Gázpisztollyal lövöldözött egy 30 év körüli férfi Budapesten. A lövéseket saját lakásának erkélyéről adta le. Senki sem sérült meg. A rendőrség elfogta az egyébként diplomás férfit, de eddig nem derült ki, hogy miért lövöldözött. Mostanra haza is engedték a fiatalembert, aki így szabad lábon védekezhet. Ennek a ferencvárosi háznak a második emeletén lakik az a 30 év körüli férfi, aki hajnalban 4 és 6 óra között 10 lövést adott le gázpisztolyával. Méhész István négy durranásra ébredt, de először arra gondolt, petárdáznak. Először 2, aztán úgy fél óra múlva 3 lőttek megint, aztán megint lőttek, vagy 3-4, vagy ilyen fél óra közönként hallottam a lövéseket. Megmondom őszintén, nem mertem kijönni. A rendőrök viszont kijöttek, betörték az ajtót és a földre teperték a férfit, majd megbilincselték. Az erkélyen egy töltényhüvel találtak, a szekrényben pedig ott volt a pisztoly is több töltényjel. A lövöldözőt ezután előállították. A bűncselekmény során személyisérülés nem történt. A BRFK 9. kerületi rendőrkapitányság a garázdaság büntet megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a férfi ellen. A szomszédok nem értik, mi történhetett, megbízhatónak tartották a férfit. Nagyon-nagyon végtelen, udvarias, szorgalmas fiatalember, hát egy egyetemet végzett. Ez pedig az az erkély, ahonnan a lövések eldördültek, erős rács védi a lakást. A szomszédok szerint egy hónapja kirabolták a férfit, és állítólag sok pénzt vittek el tőle. A lakók azt mondják, a férfi ezután vehette a gázpisztolyt. A kriminálpszichológus szerint a fiatalember paranoid lehet. Feltehetően valami kisebb lelki trauma vagy nagyobb lelki trauma érhette, aminek vagy pedig kábítószert vagy alkoholt fogyaszthatott, és egyébként is feltehetően paranoid a személyisége, kicsikét ezért úgy érezhette, hogy neki fokozottan védekeznie kell. A férfit kihallgatása után hazaengedték a rendőrök, a lövöldöző szabad lábon védekezhet.